Az alapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem nemzetközi tavasz elnevezésű programsorozatának negyedik szereplőjeként mutatkozott be az európai kultúra. Az Európa napokon elsőként az orosz kultúrával ismerkedhettek meg az érdeklődők. Az orosz nép hagyományaiban nagyon erős a játékok szerepe, a rongybabák, a faragott játékok, a matrioska babák mind meghatározóak. Спасибо тебе, Емелюшка. А ты откуда знаешь имя мое? Я все знаю. Я же не простая щука, я волшебная. Ezt követően kulturális programok, kvízjáték, versek és zene várta a vendégeket. Az Európa napokon a skandináv vokális zeneirodalomba is betekinthettek a zeneszerelmesei. A koncert témája olyan zeneszerzők és dalok felvonultatása volt, amelyek a kelet-európai zenei palettáról teljesen hiányoznak. A hét zárásaként a Pécsi Tudományegyetem egyik legfontosabb stratégiai partnere, a Szerbiai Újvidéki Egyetem mutatkozott be. A programok során több mint 30 ország hallgatóinak fényképeiből nyílt kiállítás, a fotók aktuális témákat örökítettek meg. Az Európa napok egyik utolsó momentumaként az Újvidéki Egyetem és a PTF futsal csapata mérkőzött meg egymással.